Na, itt vagyok Coco Bandicoot a kék drága kőkupán veszek részt, és ez a Berin Ruins pálya. Nyerjük meg, hát szokásos kupa szabályok. Három verseny, minden helyezés kap valamennyi pontot az első négy közül. Az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik hely nem kap semmit. Igen, kegyetlen szabályok vannak itt a Crash Nitro kárban, de hát igen, ilyesmi szabályokról van szó. Hey, te engem még el akar találni? Hát itt vagyok hátul, teljesen hátul, meg sem mozdulok, semmi. Nyolcadik hely, na innen kell visszahozni, na hol van? Van Kráncsa is itt volt hátul, a tornádot elküldjük. Szóval, ja, három verseny, helyezések kapnak pontokat, akinek legtöbb pontja lesz a három verseny végén, az nyer. Eddig nem valami biztató, amilyen helyezést elért a meddig, hetedik. Oké, okay, ennyi az a tornádó, nem kapott el mindenkit? Használtam ezt a frenzit. Jó, van, most küldtem még egy tornádót. Nem aprózzuk el a dolgokat, úgy. ennyi kellett, már is első hely, szuper. Hú, sőt, Crunch is itt van. Mögöttem második helyen, szuper. Na, menni fog ez. Így. TNT-t ide, hogyha valaki szeretne bumpát gyűjteni. Wow, erről van szó. Hey, na arról meg nincs szó. Cortex hogy került ide ilyen gyorsan? Ajaj, nem tetszik ez nekem, az igaz robot se. Oh. Fú, és figyelj, visszakerültem. Nem, negyedik, azt hittem, hogy valami nyolcadik helyen megint. Nem, azért annyira hátul nem voltam. Ezzel nem kapok negyedik helyen csak egy pontot. Hú, eltalált valakit Crunch. Ez entrance volt, jól láttam. Én is küldtem neki egy rakétát. Az a biztos. De vannak itt még bőven versenyzők. Ne hagyjátok, hogy elmenjen Cortex előre. Jó. Team up megint. Használom. Ez az utolsó kör. Most már nyomjuk neki. De nem bírok egyenes sem menni rakéta. Még egy rakéta. Oké, okay, oké. Okay. Oh, jó, 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 itt van előttem a három versenyző. Felvett egy TNT-t ott, azt hiszem Tiny. Az belemegy a robotba. Na, így bizony, most már csak ne küldjetek rám semmit. És akkor meg lesz az első hely. Ha minden igaz, de nem igaz, mert itt van Dr. Neo Cortex lett. Kokóval jöttem, és azért nem jön ez össze. Ez az, védelmi pajzs. Hol van, hol van, hol van, hol van, jó messze van, első hely megvan, és ezzel 9 pont. Na itt van a Clockwork Bumpa pálya, na ez jó lesz. Hú, hát nem volt könnyű megnyerni az előzőt, de reméljük, hogy most egyből tornádó mindenkit elkapunk, igaz, igaz, ott entrance-t is, jó, Cortex, te mélyen nem kaptál semmit, nekem valami bűzlik, meghekkelte azt a tornádót, na jó. Akkor hiába, hiába tornádó, még mindig itt vagyok hátul, harmadik hely. Nem is néztem a tabellán, hogy hogy álltam, első voltam, azt tudom, de ki volt a második. Jó, itt majdnem felejtem el. Azt kinyitjuk, Cortex bele, ha! Ó, de ők nem mentek bele. Jó, team up, hadd szóljon. Jöjjön a sok power up. Wow, még átugortam. Levágóra is mehettem volna ott, de miért? Nem olyan fontos az. Na, Crunch azért, tegyük rendbe a dolgokat. Átrepülöd még azt a dobozt is. Crunch, hello, én hadd menjek már elő, oké. Okay. Oké, okay. Na jó, most már maradhatod. Most már maradhatsz hátul, köszi a segítséget. Figyeld, nekem kell lelőnöm azért, mert annyira megy. Nem bír magával. Wow. Na jó. 10 bumpa megvan most már. Ne! Na jó, ott nem szabad. Vagy lehet, hogy szabad csúszkálni, csak én nem tudok még eléggé. De ne! Na, látod? Most meg már lelassít. Most már lelassított Crunch, mert azt mondta, lelőtték Coco, csak nem kellett volna annyira jönni. Mert ha ő lett volna mögöttem, akkor őt találják el. Na most már mennyi? Most már harmadik. Jaj. Erre van esze, hogy utána meg lassuljon lefelé mellé. Na jó, frenzit benyomtam, most már akkor használjuk a power-upokat. Mindegyiket, egymás után nyomjuk neki.
Jó. A harmadik hely. Hát, elég szomorkás. De még van egy kör. Hát én nem támadok senkit, akkor mondja, hogy vigyázz, hogy kit támadsz. Hát eljön nekem felé. Ez a crunch. Na jó, itt vannak ketten előttem, Entrance és Tiny. Nem rémlik, hogy ők lettek volna elől az előző versenybe. Viszont távolra elfogadnék. Hát ez nem olyan, ami segített. Még mit mond, találkozunk a célvonalba. Te eltévesztetted a házszámot, mert én fogok hamarabb beérni. Úgy bizony, Entrance is beesett a csapdába. Szuper. Oh. Oké, ugorjunk fel. Akkor nem. Ki tette le oda vajon azokat a csapdákat? Csak nem én. Hát igen, én szoktam olyanokat. Ajaj, az a levegőbe nekem ott nem tetszett. Nitro levegőbe, úgy bizony. Az a biztos. És itt van még egy kanyar. Amit már is beveszek, és bum, első hely csak meg lett. Na nézzük a tabellát, most már megnézem. Azt én tudom, hogy első hely lettem, ezért ez plusz 9-et ad. Hát Crunch az a végén volt, most az 0-át adott neki. Cortex a második, 6 ponttal. Hát, hogyha a Cortex nyer, 9 pontot kap, akkor is 17 pontja lesz. Tehát nekem van 18 pontom, itt már senki nem nyerhet, a harmadikat utolsó is lehetek. Na jó van, attól, hogy lehetek utolsó is, még nem jelenti azt, hogy utolsó is leszek. Elektron Avenue pályán vagyunk itt, és hát ja, meglátjuk. Nem adom fel, de most már az se zavar, hogyha akár utolsó is leszek, mert nem számít. Na, egy rakét akinek. Ó, az nem tudom kinek van. Na menjünk, Cortex van elő. Második helyen pontosan. Szeretné azt a wint bezsebelni, de BOOM! Nem kapja el, hogyha rajtam múlik azt a győzelmet. Kilőtte azt a szép kis rakétát. Jó, úgy van. Elkapta az első helyet. Nitrous Oxide. Látom. De aztán Crunch oda pörkölt neki valamit. Na jó van. Kijött ilyen bőszen. Én találtam el. Én nem tudom eltalálni. Úgyhogy valaki más találta el. Majdnem lecsúsztam. Hát igen. Előny is, meg hátrány is, hogy könnyen irányítható, mert így kokóval lehet, hogy annyira gyorsan manőverezek, hogy még leesek. Úgy van, kokó. Hát, nagyon akarja azt az első helyet. Nem adom neki, küldöm a rakétát, hogy is felőlem jöhet. Én nem bánom. Oké, nézzük, 10 bumpa megvan, úgyhogy ez elég jó. Sokat segít, na itt kellene figyelni. Ide. Így. Ide lepattintjuk középre. És megvolt. Egy kör. Hát ez a Crunch engem kikészít. Nem hagyja magát, nem tudom miért, ő nagyon akar felé menni. És felé van, na gyere. Közben itt. Egymás után teszik lefelé itt a nitrókat, meg azokat a kis szurókákat. Jó. Elég durva. Amit ott letettem hozzon az egyenes szakaszon. Hát nem tudom, hogy mi lesz ebből. Na, hol is tartottam? Azt mondja, hogy egy gyors telefonálás után. Itt vagyunk az első helyen. Jó, oké. Crunch. Crunchról volt szó, szerintem, hogy ő nem nagyon akar elfelé engedni. Második körbe vagyok. Középen nem mennék szívesen, hanem itt inkább ugrok egyet. Így. Megint. Úgy lefagyott, szegény. Crunch le is esett, akkor nem fogják előznie. Vagy nem? Mindig második. Jó. Röjjön itt majd mögöttem bizonyára. Itt csúszunk párat. Nem jó. A témapont szerintem benyomom, mert hát miért ne? Is van még. Azt mondja, egy kör. De ez menni fog. Úgy érzem, már annyi előnyt szereztem, hogy nem nagyon érjenek engem utól. Ahogy nitrót ide. És akkor, hát Crunch az beért. Most jön az utolsó kör, meg mindig el van elő. Hey! Ilyen közel vannak. Akkor már tévedtem, még sincs akkora nagy előnye. Na, ez opa. Bizonyán, itt van Polár, nem hagyjuk neki, eltaláltuk a rakétával. Itt
turbót ide, jó. Akkor kezdődött a boost. Túl szélen kezdtem. Megint egy team up. Hát a hanyadik ebbe a versenyben. Elég sokszor összejött, de nem panaszkodom. Ez eddig tartott. Polár a második, itt van mögöttem. Nem kellene hagyni, hogy győzzön, mondjuk hát nem számít annyira. De azért legyen már szép kis végeredmény. Első hely, mondjuk. Úgy, ez az eltalálta. Most hátrébb esett mondjuk, annyira nem. Az milyen volt? Nem is a sima rakéta, hanem valami szuper turbo rakétát küldött utána, ahogy hallottam a hangjából. Na de már itt a vége, abban a nitróban nem ment bele senki, hiába helyeztem el oda. Viszont itt célegyenes, bum, első hely megvan. Úgyhogy ja, szerintem egész jól végeztünk, megint plusz 9 pont nekem. Na, Crunch is ott volt harmadik helyen, Polar lett a második. De nagyon le voltak maradva, a második, harmadik, negyedik hely Holt versenybe 6 ponttal, nekem meg 27 feloldva Polár. Na megvan akkor a kék drága kő, ez már a harmadik, és már akkor csak egy maradt hátra, az pedig a következő videóban láthatjátok.